Vizsgálj meg engem, Isten, ismerd meg szívemet, próbálj meg engem is, ismerd meg gondolataimat, lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökkévalóság útján. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyámtól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Szeretettel köszöntök én is mindannyiunkat a mai napon is, amikor egybegyűlünk, egybegyűltünk, hogy Istent magasztaljuk, Isten dicsérjük, az ő nevét zengedezzük együtt közösségben is, énekkel is, és imádságban is. Együtt vagyunk a mai vasárnapon, ami Biblia vasárnap, egyházunkban március első vasárnapja Biblia vasárnap, és ehhez majd a hirdetésekben halljuk, hogy kapcsolódik részben az adakozás is, de kapcsolódik egész egyszerűen az is, hogy egyszerűen emlékezzünk majd az imádságban is arról, hogy egyházunkban is komoly munka folyik arra a Magyar Biblia Társulatnál, hogy érthető mai nyelven mindannyiunk kezébe ott lehessen újra és újra a Szentírás. Malakiás könyvéből olvasom az igét, Malakiás próféta könyvéből az első rész, 6. versétől a 14. versig. A fiú tiszteli atyát, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én úr vagyok, miért nem félnek engem? Mondja a seregek ura nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet. Ti ezt kérdezitek, mivel vetettük meg nevedet? Azzal, hogy oltáromra tisztátalan kenyeret hoztok. Mivel tettük tisztátalanná? Kérdezitek. Azzal, hogy az Úr asztalát semmibe veszitek. Mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vidd csak azt a helytartódnak. Kegyes lesz-e hozzád, és szívesen fogad-e, mondja a seregek ura. Esedezzetek csak Istenhez, hogy kegyelmezzen nektek. Ha ilyen ajándék van a kezetekben, szívesen fogadja el tőletek, mondja a seregek ura. Bár csak volna valaki köztetek, aki bezárná a templom ajtaját, és ne égne hiába oltáromon a tűz, nem telik kedvem bennetek, mondja a seregek ura. Nem kívánok tőletek áldozatot, hiszen napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek között, és mindenütt jó illatú áldozatot mutatnak be nevemnek, és az tiszta áldozat. Mert nagy az én nevem a népek között, mondja a seregek ura, ti pedig meggyalázzátok, amikor azt gondoljátok, hogy az Úr asztalát hitványterménnyel és eledellel tisztátalanná tehetitek. Azt mondjátok, micsoda fáradtság, és még lihegtek is közben, mondja a seregek ura, pedig lopott állatot hoztok, vagy sántát és bénát. Ha ilyen áldozatot akartok hozni, nem kívánom tőletek, mondja az Úr. Átkozott a csaló. Van épp hím állat a nyájában, mégis hitványat áldoz az Úrnak, ha fogadalmat tesz. Pedig én nagy király vagyok, mondja a seregek ura, és félik nevemet a népek. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Légy áldott Istenünk, mindenható Úrunk, azért, mert egybe gyűjtesz bennünket, és összekapcsolódhatunk évszázadok ének kincsével, azokkal a már korábban mondott dicsérettevőkkel, akik a te nevedet magasztalták, akik dicsértek téged, akik tiszteltek téged. Köszönjük, hogy nem velünk kezdődött a kereszténység. Köszönjük, hogy van már múlt, van már tradíció, amiben belekapcsolódhatunk. És ez a tradíció nem szól másról, mint arról, hogy te, Szent Háromság Isten, nagy vagy, szent és dicső és örök és fenséges.
Köszönjük neked, hogy összekapcsolódhatunk térben is. Nem kell kicsinek gondoljuk magunkat, mert akárcsak a mi felekezetünkre nézve, vagy akár a többi keresztény felekezetre nézve, akárcsak a mai napon szerte ebben az országban, mennyien adnak hálát, dicsérnek téged, magasztalnak téged. Éppen sokan az igéért magáért, azért, hogy megőrizted, hogy megtartottad azt mi nekünk, hogy érthető magyar nyelven szól az közöttünk ma is. És köszönjük neked azt, hogy ez kiváltság lehet a mi számunkra. Mert vannak népek, amelyekhez talán nehezen jut be a Szentírás, vágyják, szomjazzák az igét, és még mindig hiányzik a Szentírás. Köszönjük azt a bőséget, amiben élhetünk. Mégis ezzel a gazdag történelmi és gazdag felekezeti igazságokkal együtt úgy vagyunk előtted a mai vasárnapon is, mint akik önmagunkban és az önmagunk kincseit vagy értékeit felmutatva kevésnek bizonyulunk te előtted. Sokszor tűzzük ugyanis ki, Urunk, a múltunkat, vagy mások kortársaink nagy dolgait magunk elé, hogy eltakarjuk, hogy befedjük, vagy az ő ragyogásuk eltakarja és befedje a mi sötétségeinket, mi nyomorúságainkat, mi igaztalanságainkat, hűtlenségeinket, vagy éppen hazugságainkat. Köszönjük, hogy itt és most a mai Isten tiszteleten is nem kell az ő ragyogásukra ácsingóznunk. Nem kell előhívnunk és magunk előtt küldenünk múltunkat vagy másokat. Köszönjük, hogy úgy látsz bennünket, ahogy vagyunk. Azokkal a sötétségeinkkel együtt, amikkel együtt élünk, amelynek egy részétől már megundorodtunk, egy részét pedig még mindig kívánatosnak tartjuk. Urunk Istenünk, úgy vagyunk előtted, mint akik csak a te világosságodban tisztulunk meg, mint akik csak a te ragyogásodból éljük át azt, hogy megtisztul, hogy elkopik, hogy eltűnik, hogy eloszlik a sötétség. És akik nem kell, és nincs is más, akinek az igazságához, szentségéhez és ragyogásához ragaszkodjunk, csak te, Jézus Krisztus, aki éppen ezért jöttél. Magunk előtt, az Atyához, az Atya elé menetelünkkor, te igazságodat vigyük. Te, aki nekünk ajándékoztad azt, önmagad szentségét, tisztaságát, ragyogását. Köszönjük, hogy bűnbocsánatod, ajándékozol meg újra és újra minket. Újra és újra átéljük. Nem kell menteketőznünk, nem kell bűnbakokat keresnünk, hanem nyomorúságunkra, vagy éppen fájdalmainkra. A te igazságod, a te vigasztalásod, az egyedüli gyógyír, Szentlélek Isten, erről beszél ma, most is közöttünk, kérünk. Amen. János evangéliumából olvasom. Textusként, alapigeként, az ige hirdetéshez a második rész első 11 versét. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik, most merítsetek és vigyetek a násznagynak, ők pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat,
te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Nem csak Biblia vasárnap van, hanem a napokban van egy rendezvény, református rendezvény, a Közéleti és Kulturális Alapítvány szervezésében, ha jól tudom, Borum ez a neve, és református borászok találkoznak. Sokat nem tudok erről a fesztiválról, rendezvényről. Magam nem vettem rajta részt, de látom a kollégáknak az online megosztásában, hogy van olyan kollega, aki részt vett rajta, és hát a szokásos közösségi oldalon most nem csak egy almalé, vagy szőlőlé, vagy a vacsora, hanem egy üveg bor van lefotózva, hogy éppen milyen kóstolnak itt a református borászok találkozóján. Nem tudom, hogy elhangzott-e ez a kánai mennyegzős ige ezen a találkozón, de nekem is van egy református borász ismerősöm, és mindig hangsúlyozza nekem, hogy tiszteltes úr, fiatal nálam így szoktam mondani, tiszteltes úr, nem véletlen, hogy mi volt Jézusnak az első csodája. És hát erre egy hivatás tudatot fel lehet építeni. Jézus első csodája János evangéliuma szerint a bor csoda, a kánai bor csoda, amikor a víz borrá változik. Ismerjük ezt a példázatot, vagy ezt az eseményt, ezt a történést. Többször talán már hallottuk, talán nem hangzik ismeretlenül, pont azért is, mert talán így hétköznapi helyzetekben is idézik talán emberek, vagy tudják, hogy hát Jézus vizen járt, meg vizet borrává változtatott. Ez a két csoda biztos eszükbe Jézusról. A mi számunkra ez most úgy jön közel, ez a történet, hogy ott járunk a gyülekezet történetét kicsit visszaidéző igehirdetés sorozatunkban. Sorozatok sorozatában vagyok benne. 2014 őszén járok, kitartás. Lassan a végére éri, nagyjából félúton vagyunk. 2014 őszén, mikor befejeztük a dávidi sorozatot tavasszal, akkoriban a ház kapcsán szóltak az igehirdetések. Azért is, mert ez a ház, ahol most itt vagyunk, ez már tulajdonunkban volt, vagy egyházkerületi tulajdonunkban volt helyesebben, és már voltak itt gyülekezeti alkalmak azon az őszön. Visszaolvastam hirdetéseket, nyugdíjas bibliaóra már itt volt, akkor még máshogy álltak a falak, de emlékeznek a testvérek, hogy itt már nyugdíjas bibliaórát tartottunk. Volt, hogy istentisztelet után átjöttünk ide szeretett vendégségre, és ebben az időszakban, ennek az elejét ősszel a látásunkhoz kapcsolódóan, az alapértékeinkhez kapcsolódóan a ház gondolata volt újra és újra előttünk, vagy ne csak a ház formája a gyülekezetet, hanem a gyülekezet identitása formája azt, ahogyan hozzáállunk egy házhoz. Aktuális ez most is, amikor meg templom van előttünk, és a templom ajándéka az, ami közelít felénk hétről hétre reménység szerint. És az egyik vasárnap a befogadás házáról beszéltem, és azon a vasárnapon ezt az igét olvastam fel. Így van most előttünk ez az ige. Nem igazán látjuk a befogadást, talán elsőre, hogyan is kapcsolódik ez ide. Újra és újra mondom ezekben a mai prédikációkban, hogy nem az a lényeg, ez izgalmas, nosztalgiázunk, egy-két mondatot talán mondok arról, hogy mi volt akkor, hanem az is, hogy ez az ige itt és most közelít hozzánk. Jézus első jele ez. Igaza van a borász ismerősömnek.
De szeretném felhívni a figyelmet a 10. versre. Így szólt hozzá a nász nagy a vőlegényhez, amikor megízleli a nász nagy a frissen hozott bort. Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. A nász nagy nem tudja, hogy Jézus tette a csodát. A nász nagy nem tudja, hogy mi történt, csak azt tudja, hogy itt a vége felé már ennek az esküvői örömnek, amely több napos korszokása szerint ott jobb bort hoz elő, mint amivel kezdte. És ez pont fordítva szokott lenni. Érthető, amikor már kevésbé érzik az ízeket az ünneplő rokonok, akkor talán a silányabb is oda kerülhet. Jézus számára jelentőségteljes volt, hogy amit tesz, az igényes legyen. Ez a lehető legjobb legyen. Nem mondta azt, hogy hát ez nagyjából 600 liter bor, erre csodatevő energiáimnak csak a felét szeretném ráadozni, maradjon még másra is, és egy olyan közepes minőségű bort adok ennek a násznépnek. Ezt nem mondta Jézus. Azt mondta, ez a legjobb bor, amit felszolgáltak ezen az esküvőn. És ezt viszik oda. És a Szentíró, vegyük észre, ezt kihangsúlyozza, ez fontos a Szentíró számára, az lényeges. A legjobbat teszi oda Jézus. Ezzel indít. Túl azon, szeretett gyülekezet, hogy ez egy messiási jel az ószövetségi időkre nézve. Az ószövetségben ez a bor, a bőség jele és a nagy mennyiségű bor egy proféta jel is. Jel önmagáról, hogy kicsoda ő, hogy ő a megváltó, Jézus a megváltó. Ezen túl azt is látjuk őróla itt, hogy olyan megváltó, akiért minőségét hoz akkor, amikor valamit oda kell tenni az asztalra. Homlok egyenes máshogy van ez, mint Malakiás könyvében, amit felolvastam lekcióban. Malakiás könyvében azt látjuk, hogy azok, akik sürgülődnek, forgolódnak a templomban, a templom körül, a templomi szolgálatok körül, papok, meg aztán a családtagok is, akik hozzák a különböző áldozati állatokat, rendre előfordul, hogy a silányabbat hozzák a nyájból. Akkoriban istentiszteleten ez volt a liturgikus szokás, hogy nem a persejpénzt hozták, hanem bedobtak a persejbe, vagy nem tudom, hanem hozták a kis párányt. De hát az volt az előírás, hogy a legjobbat, a legszebbet hozza el. Tehát ő meg úgy csinált, mintha azt hozná, Malakiás könyve, az előbb hallottuk, csal, még liheg is hozzá, hogy húj, de elfáradtam ebbe, hogy ezt hozzam, de lopta, és a vacakot, a bénát, a gagyit hozza oda áldozatul Istennek. És Isten azt mondja a Malakiás könyve, hogy de jól, na valaki bezárná a templomot. Zárják már be a templomot. Mert nonsens, hogy ezt gondolják, hogy ez az Isten tisztelet, hogy ide hozzák ezt a rosszat. Két típus, két Isten tisztelet típus, két hozzáállás típus. Az egyik Jézus, aki mondhatná azt, hogy ezek már úgyis mindegy, hogy milyen bort isznak. Hadd lássák csak, hogy sokat adok, ez egy messiási jel, erről szól Ámosz, meg szól Ézsaiás is, mutatok egy jelet a tanítványainknak, de oly mindegy, hogy milyen bor lesz ott. És akkor azt mondja, hogy nem ez, hanem a lehető legkiválóbbat teszem. És a másik hozzáállás ehhez a történethez pedig az, hogy mindegy, miért viszek, úgyse látja, úgyse tudja, jó az, a vacak is oda. Küzdelem úgy látszik az egyház életében újra és újra ez. Jó
a vacak is. Megtörtént eset állítólag, zsák kosárkörte, kosárkörtét hoznak be a lelkészi hivatalba. Tiszteletes úr, itt egy kosárkörte már a kutyának se kellett. Tessék! Sietve hozzá kell tennem, hogy az Isten tisztelet, nem keverem össze én sem azzal, hogy mit ad egy gyülekezet a lelkészének, szóval ezt én értem, de a hozzáállás. Szeretném megvilágítani ezzel. Megtörtént eset, presbitériumban, ahol kétkezi munkából élő emberek is, akár kőművesek is vannak a presbitériumban, de a gyülekezeti ház oldala a vakolat bőséggel lehullott már. Sorban a házak mind kinéznek úgy egy házként, de a gyülekezeti ház az omladozó vakolattal van. Jó az úgy is. Miért? Emberileg talán meg tudnánk magyarázni, mert megszoktuk. Hát ilyen volt mindig a gyülekezeti ház. Mégsem mai mondás az, hogy szegény, mint a templom egere. Hát ki tudja azt, tiszteltes úr, hát azt mindig, meg az mennyibe kerül, meg hogy. És hát ilyen volt már gyerekkoromban is, ilyen volt már a nagyanyám gyerekkorában is, hogy omladozó volt egy kicsit, és ilyen volt, és hát megszokjuk. Nagyon gyorsan meg lehet szokni. Nagyon gyorsan meg lehet szokni, hogy az úgy áll, az kicsit csálé, nem van. Jó lesz az úgy is. Jó lesz az úgy is. A saját felekezetünk egyik nyomorúsága is, mint ahogy az egész egyháznak újra és újra tud ez lenni, hogy csak a gagyi, csak a rossz menjen oda. Hozok adományt, nekem már nem kell, én már nem használom otthon, én már vettem helyette egy másikat, egy jobbat, egy modernebbet, egy újabbat, és oda ajándékozom az egyház számára, majd tudnak vele valamit kezdeni. És akkor gyűlnek szekrények, gyülekezeti ház, megint más történet ez, nyilván Bibliónk egyáltalában nem szól ez a történet, de a gyülekezeti házban esett meg, hogy ott voltak sorban a szekrények a gyülekezeti teremben, már nem lehetett férni a szekrényektől. Rendben, 10 évenként érkeztek a szekrények, nagyjából látszott, teljesen eklektikus stílusban ott állnak, rendre bedobálva. Nem tűnik fel a presbitériumnak, megszokták, az egyiket ők hozták valószínűleg, hát miért is nem? Már nem lehet félni a szekrényektől, már egy kellemes illata is egy klasszikus gyülekezeti teremnek néha, ez egy picit a régiesebb illat, és akkor ez így jó, ez így rendben van. Miért ne lenne rendben? És közben azt mondja Isten a Malakiás könyvében, hogy csukják be inkább. Nem én mondom nektek, hanem az ige mondja nekem is, meg mindannyiunknak ilyen erős éllel azt, hogy lehet silányat és levetettet vinni Isten tiszteletre, és lehet a legjobbat is vinni. Hogy azért pozitívat is mondjak, amikor egy esperes beszél arról, hogy mennyire gyönyörködik abban, ahogyan a templom belső faragványokkal díszített. És hogy, ami még belefér a református díszítés hagyományaiba, nem Jézus ábrázolás, most így mondom, tehát titulik. Rendben, persze, de hogy egy szép, és valaki, a gyülekezeti tag, aki ehhez ért, és rengeteg időt egy kollégájával rádoz arra, hogy valami, ami a templom belső díszíti, legyen az az úrasztala, azzal hónapokat, fél éveket eltölt, hogy valami gyönyörű faragvány legyen rajta. És ha valaki belép egy ilyen templomba, akkor az nem azt látja, hogy egymás után csak a szekrények különböző sorrendben, hanem ott valaki a szépet akarta megmutatni. Mert Isten országához nem csak a jó, meg az igaz illik, hanem a szép is. Nehéz kérdések ezek. Mert amikor akkor beszéltünk erről, sok évvel ezelőtt, akkor az első benyomás kapcsán tettük ezt. Hogy tudjuk, hogy vannak, akik beérkeznek a gyülekezetbe,
és lesz egy első benyomásuk, és az arról lesz, amilyen helyre érkeznek. Mert nyilván az emberek részéről is, akik őt fogadják. Eltelt több mint 4 év eltelt azóta, lehetne ezen is filozofálgatni, hogy vajon hogyan alakult ez az első benyomás, akár ennek az épületnek a kapcsán is, amely néhány héten belül átadja magát majd az elmúlásnak, bontásra kerül ez az épület, hogyha az utolsó szó jogán kérdezi az épületet, a gyülekezetet, hogy vajon szolgálta-e az első benyomás ilyen értelemben az igényessége, az igényességgel Isten országának nevét, díszét, hírnevét. Nem én kérdezem, hanem engem is kérdez, és mindannyiunkat kérdez az ige. Akkor, amikor tehát még egyszer a legjavát kér Isten, akkor mi akkor éreztük azt, hogy ez arról is szól, hogy akik bejönnek, érdeklődnek Isten iránt, milyen impulzusokat kapnak. Most azonban ezen a mai igehirdetésben én sokkal inkább szeretném aláhúzni azt a részét is, hogy önmagában csak az Isten tiszteletünk a miben csúcsosodik, miben domborodik ki, függetlenül attól, hogy kik jönnek be ide, vagy kik nem. Meghalljuk-e az ige ilyen típusú kérdését, a legjavát viszem-e Istennek? Az időmből. Van, aki azt mondja, majd ha nyugdíjas leszek, akkor majd foglalkozom Isten dolgaival. Akkor majd ráérek Istenre. Ez jó. Akkor majd ráérek Istenre. Mert Isten a sokadik. Addig van hobbim. Járok síelni. Járok nyaralni. Addig van munkám. Nekem munkám van. Én nem érek rá Istenre, hogy a felnőtt érett férfikoromat, vagy a fiatalságomat Istennek adjam. Hát nekem munkám van, dolgoznom kell. Hát nekem abból el kell tartanom a családomat. A történet teljesen szürreális. Az erőt, a tehetséget, az időt, az energiát, a talentumokat, magát a munkát is Istentől kapom. Akár tudom, akár nem. De azt mondom, nem érek rá Istenre. Nekem munkám van. Hát az Isten tudja jó, hogy munkám van. Ő adta. Hát őtőle kaptam a munkát. Nem érek rá Istenre, hogy odaadjam a dolgaim legjavát, mert családom van. Hát tudom, hogy családom van. Tudom, hogy családod van. Hát tőlem kaptad. De mi az, hogy nem érsz rá? Nonsense állítások. Szürreális, értelmezhetetlen állításokat teszünk emberként, amikor azt mondjuk, az Istennek nem adom oda, még a végén elveszi. Ő adta. Hogy venni el? Azért, mert elmegyek és hálát adok neki a napom, a hetem első napján. A vasárnap az a hét első napja, nem az utolsó. Az a hét indító nap. Ez van benned. Kezdem az Istennel a hetemet. Túr, hadd szóljon. Ebből adok. Na, amikor már fáradt vagyok, na, amikor már semmi vagyok, amikor már semmire sem vagyok alkalmas. Kemény kérdések ezek. És nyilván érinti ez az adakozási szokásainkat is. A presbitériumban azt beszélgette a presbitérium, hogy hirdessük most néhány héten keresztül az adakozást. És megbeszéltük, hogy miért fontos ez, és aztán megbeszéltük, hogy az első hirdetés majd a tiszteletes úr mondja, aztán időközben jött ez a sorozatok sorozatában ez az ige hirdetés, úgyhogy én nekem már a hirdetésedben nem kell mondjam. Ezt megúsztam, majd mondják a presbiterek. Félreértjük az adakozásról szóló hirdetéseket, ha úgy értelmezzük, mint valamelyik felekezet, amelyik azt mondja, hogy adakozz, mert akkor az Isten majd szeretni fog. Adakozz, mert akkor az Isten majd megáll téged. Adj Istennek, hogy visszakapj. Adj, hogy visszakapj. Van ilyen értelmezése az adakozásnak is. Ez nem református értelmezés. A református értelmezés az, hogy kaptunk és visszaadunk. Kaptunk
és visszaadok. Adott Isten, és abból adok. És nem hirdettünk törvényt, hogy mennyit kell adjatok, mennyi az egyház fenntartói járulék, hány ezer forint évente. Egész egyszerűen már nem akarjuk lekorlátozni. Mondja meg, mennyi az egyház fenntartói járulék egy éven. Mondja meg a presbitérium, hogy mennyi. Mennyit kell adni? Hogy mondja meg? Mennyit kaptál Istentől? Akár anyagilag mennyit kaptál, akár lelkileg, mit van a szívedben? És abból adakozol Isten felé. Ezt nem ilyen egyáltalán nem manipulációban mondom. De hogy nem lehet. Nem tudok olyan nagyot mondani. Értitek? Nem tudok olyan nagyot mondani, mert azt mondanám, hogy most már túl sokat mondtam. De hogy ez nem törvény. Ez nem törvény. Hát azt mondja Pál apostol az új szövetségben is, és végig a szentek. Mindenemet odaadom Istennek. Az egész életemmel neki szolgálok. Hát jó, hát akkor most adakozzál erre és erre. Ja, azt már nem. Hát, ha az egész életemet odaadom, hát nem tudok mondani. Az Ószövetségben úgy tűnik, hogy Isten népe ezt gyakorolta, hogy az elsőből, a sarjból, a legjavából, abból odaadok valamennyit. És gyakorolták, tudjuk, a tizednek a dolgát. De hogy ez nem, az Ószövetség népénél nem gondolom, ez egy törvény lenne. Hogy aki tizedet fizet, azt jobban szereti Isten, meg még jobban, vagy nem tudom. Intézze el mindenki az Istennel való kapcsolatában. Csak azt szeretném elmondani, és az egész igényítés csak erről szeretett volna szólni, hogy ne legyünk igénytelenek, és ne lőjük alá ezt az egészet. Mert ez mindannyian a kísértés. A helytartónak, azt mondja Malakiás könyvben, annak nem azt vinnénk, de az Istennek bevisszük azt. Nem vihetünk. Nem vihetünk se rejtet. Én sem, senki sem. És csak azért nem tehetjük meg ezt, testvérek, mert amikor a megváltásról volt szó a mennyekbe, akkor arról volt szó, hogy az ember megváltásra szól. Nem kicsit van bajban, nagyon bajban van az ember. Tehetetlenek vagyunk, és tönkretesszük az életünket Isten nélkül. Akkor amikor arról volt szó, hogy ki méltó arra, hogy elmenjen, az embert megváltsa, akkor az Atya nem az adminisztrációból küldött le egy titkárnőt, hogy hát intézd már ezt a megváltást. Jó? Nem azt mondta, hogy te legutolsó az Isten országában, aki még ajtóőr is éppen, hogy csak még beletanulsz az ajtóőrségbe, te szalajd le megváltani ezeket az embereket. Az Atya annyira szeretett minket, hogy a fiút küldte el, a fiú jelentkezett, a legjobb, a legjobban jelentkezett arra, hogy megváltson minket. Innentől kezdve azon nem vitatkozhat egy presbitérium, hogy mennyi az egyház fenntartó járulék. Értitek? Ezen nem lehet. Ez nem vita tárgya. Értelmezhetetlen törvényeskedésé válik az egész. Mindent odaadott Isten nekünk. Mindent. Szeretnénk a gyülekezet, hogyha kifejezné a templomépítés felé is az örömét, hálaadását. Kaptunk rá egy tisztességes támogatást az egyházkerület és a kormány részéről. Szeretnénk, hogyha a gyülekezet is magáénak érezné. Egyébként is szaladnak a kivitelezői árak balra-jobbra, ezért is, de egyáltalánban. A presbitérium adakozást hirdet meg, hogy a templom tornyát és a benne lakó harangot azt adakozzuk össze. A mai naptól hivatalosan is így mondom, szeretettel várja a pénztáros testvérünk, testvéreink. Lehet harangra, toronyra, ugyanaz a kettő ebben az esetben, toronyra, harangra adakozni. Azt mi fogjuk felépíteni. Örülni fogunk, hogy a pályázatból nem kell arra költeni, így is necces a pályázati költség is. Már egy picit máshogy néz ki a
templom minta jött, az a képen van. Módosult egy picit. Ezen a ponton azt szeretném itt mondani, nagyon egyértelmű alkalmazásképpen is, gyülekezeti életünkre nézve, hogy ebben a gyülekezetet hívjuk meg, de meghívjuk a várost is. Van, aki érdeklődik a városban tőlem, hogy mikor adakozhat a templom toronyra, aki nem jár a gyülekezetünkbe, meg nem jár templomba, de szeretne a falunak a templom tornyára adakozni, a református templom tornyára, hát ne előzzenek meg minket, ez nem verseny, tréfába mondtam, de bátorítjuk a testvéreket az ilyen típusú adakozásra is. Értsétek jól, amit mondtam. Az egész igehirdetést, Isten odaadta a fiát, a legjobbat, a fiú, a legjobbat adta a kánai borban. Mi se féltsük magunkat, meg a legjobb dolgainkat, mert nem veszítjük el, hanem csak még többet nyerünk. Hálások vagyunk neked az intő sóért, amikor megintesz bennünket, mert kezdjük magunkat egymáshoz mérni. Kezdjük magunkat felmagasztalni, hogy mennyi mindent is tessünk te érted. Mennyi mindent tettünk már, meg éppen teszünk, meg tenni fogunk, meg hogy és miként adakozunk. Köszönjük Istenünk, hogy nem tartozik másra, és nem tartozik ránk sem mások hálaadása. Bocsáss meg, hogy fordítva ülünk a lóban, fordítva értelmezzük a helyzetet akkor, amikor azt gondoljuk, hogy ez az egész Isten tisztelet, amelyik megnyilvánul tetteinkben, megnyilvánul cselekedeteink vagy adakozásainkban, hogy ebből éppen téged kihagyunk. Köszönjük neked, hogy egész egyszerűen arról van szó, hogy szövetkeztél velünk, hogy te beletetted magadat ebbe a szövetségbe, te minden erődet megmozgattad ahhoz, hogy szövetségben légy az emberrel és benne személyesen velünk, te a legjobbat, a legigazabbat, a legszebbet odaáldoztad nekünk, és mi pedig a szövetség másik oldalán oly sokszor táncolunk, hogy nem adjuk oda neked, mert még a végén nem marad. Még a végén nem marad nekünk fiatalságunkból, erőnkből, energiánkból, kapcsolatainkból, családjainkból, pénzünkből. És kiderül, hogy mégse szövetkeztünk úgy igazán. Csak úgy félig. Bocsáss meg nekünk, hogy elhisszük a hazugságokat. Elhisszük azt, hogy pénz, vagy munka, vagy bárki más ezen a világon tenne akár fele annyit is értünk, mint amennyit tettél, teszel, és tenni fogsz te, mi érettünk. Köszönjük, hogy leleplezed ezt a félelmet a szívünkben, leleplezed a hazugságot körülöttünk, és meghívsz minket a bizalomra, a hitre, és az igazság követésére. Köszönjük, hogy nem azért kéred, mert zsarnok vagy, hanem azért kéred, mert ebben a szövetségben teljesen odaadtad magadat, megnyitottad a szívedet, és csak őszinte felek tudnak szövetkezni egymással. Nem vagyunk méltók erre a szövetségre, de szeretnénk odaadni. Odaadni neked, ami a tied, odaadni mások számára, amit így akarod, hogy neked adjuk. Szeretnénk adni, nyitottak lenni, ezzel sem magunk igazságát keresni és igyesni általul túloldalára. Egyszerűen csak szeretnénk mindenünkkel, dolgainkkal, tetteinkkel és anyagiinkkal is téged tisztelni, mert erre te megszabadítottál, erre te megváltottál minket. Légy ezért áldott, most és mindörökké. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei Atyánknak szeretete és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vérünk. Amen. Áldás békességet. Köszönjünk el egymástól is, ahogy ezt tesszük már.